A nyári betakarítás nagy része már befejeződött, jelenleg a napraforgót aratják a földeken a gazdák, ezt a kukorica betakarítása követi majd. Továbbá a magágyak előkészítése, a trágyázás, tápanyag utánpótlás is zajlik, sok feladatuk van a gazdáknak. A szakértő szerint közepes évet zárt idén a mezőgazdaság. Úgy tudom mondani, hogy összegész, hogy egy erősen közepes évet zártak a magyar mezőgazdászok. Ugye a repce termés átlaga volt valamelyest gyengébb az elmúlt évek átlagánál. Búzában, árpában körülbelül átlagosnak, vagy átlagosnak egy kicsit erősebb évet zártak. Úgyhogy úgy gondolom, hogy amilyen rosszul indult az év, a vége egészen jó lett. Ugyanis 50 éve nem látott aszály, majd azt követően nagy viharok nehezítették a gazdák dolgát idén. Az állam ekkor is támogatásokkal és pályázatokkal sietett a segítségükre, így nagy hangsúlyt kapott az öntözés és vízgazdálkodás. Szigeti Tamás irodavezető szerint a nagy pályázati dömping már lezajlott, azonban még vannak nyitott tenderek. Nagyon sok pályázat nyílt meg ugye 2016-ban. Jelen pillanatban a tanyavillamosítás pályázat van nyitva, ugye, amit említettem, a vízgazdálkodás pályázat van nyitva, most a vadászatnak nyílik majd meg egy ismét egy pályázati kiírás, illetve számítunk arra, hogy ugye a pályázatnak az elbírálása az eléggé elhúzódott, ezáltal vannak olyan vállalkozók, akik nem tudják megvalósítani az adott nyert pályázatot, beruházást, ezáltal lesznek visszacsorgó pénzek, és 2019 év végén, az idei év végén, illetve a következő év elején ezekből a visszafolyt pénzekből újabb pályázati pénzeket nyitnak majd meg. Mely mellett a jövőben a környezet és klímavédelem, az ökogazdálkodás kap majd nagy szerepet. Ez már most látható, hogy a következő közös agrárpolitikában, ami a 2020-tól fog ugye indulni, az 7 éves időszakról beszélünk, ez még a zöldebb, fenntartatóbb, környezetbarátabb lesz, tehát még jobban fognak érvényesülni ezek a környezeti, illetve éghajlat politikai tényezők. Konkrét jogszabályokat még nem fogadtak el, most kidolgozás alatt vannak, de a költségeket már elfogadták, a költségkeretet. Hogyha ezt megvizsgálják, akkor a minimum 40% az, tehát közel a fele, amit ilyen éghajlatpolitikai, illetve klímaváltatáshoz való alkalmazkodáshoz kell költeni a gazdálkodóknak. A jogszabály szerkezet még tárgyalás alatt van, a következő időszaki közös agrárpolitika 2020-tól lép életbe.